jó van, hát kezit csókolom minden kedves nézőnek. Igen, elérkeztünk egy élő közvetítéshez, és így fogom fogni a telefon, mert valami miatt nem akarja befordítani a képernyőt. Én amondó vagyok, hogy várjunk még egy pár percet, és hogy többen csatlakozzanak. Nem tudom, ez igazából most csak egy ilyen teszt, live lesz, teszt, élő lesz, hogy egyáltalán hányan jöttök be. Hányan szeretnétek nézni a gyönyörű szép fejemet ilyenkor este. Úgyhogy igen, 8-an vagyunk, hoppá, azért ugrik a szám. 10-en, gyerekek, nagyon jó. Arról lesz szó, hogy mindenféle állatokkal kapcsolatos kérdéseket be lehet írni a chatbe, és hogyha tudok rá válaszolni, akkor szívesen válaszolok, illetve egyéb ilyen terrorisztikával, állatkartással kapcsolatos témákat fel lehet hozni, és akkor vitatkozhatunk egy kört különböző módszereken, stb. 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 Egy ilyen állattémás esti program lesz a lényeg. Hogyha van kedvetek és érdekel valami személyes kérdés, is nyugodtan lehet kérdezni. Először annyit, hogy a videók most azért nem jöttek egy ideig, mert egyrészt kicsit el voltam foglalva a német csatornámmal, másrészt pedig most érettségizek, és ja, meg hát az állatok vesznek el időt, de most a elkövetkezendő pár napban, hónapban mindenképp jönnek majd megint videók, különböző tartási videók, esetleg nem tudom, majd valamit összerakok így videók szempontjából is, úgyhogy majd mindenképp találkozunk a videóban is. Még nagyon megszerettem volna köszönni mindenkinek a feliratkozást, több mint 2000-en vagyunk, ami nagyon-nagyon kemény, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, és nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyon hát ez inkább ilyen különleges téma, tehát ez nyilván a YouTube-osoknak van, akinek 3-5 millió feliratkozója van, stb. Oké, értem, de azért ez a ízeltlábú, illetve ízeltlábú tartás, ülőtartás, ez egy eléggé hát ritkább érdeklődési kör, mondjuk úgy, és nagyon örülök, hogy már több mint 2000-en összegyűltünk ebben a témában, és ja, ennyi lett volna a motivációs beszéd, és akkor úgy gondolom, hogy kezdjünk is bele itt a kérdésekbe. Látom, hogy már többen vagytok. Igen. Hello, sziasztok, jó estét Zsolt, örülök, hogy itt vagy, jó estét Zsombor, hello Gergő. Milyen állattal kezdjem a tartást? Tehát ez attól függ István, hogy milyen állatok érdekelnek, tehát ezt döntsd el, hogy milyen állatot szeretnél, ez tőled függ. A legtöbb ilyen csoportban, genuszban vannak könnyen tartható fajok, és akkor ott meg lehet nézni, hogy melyik érdekel. Tehát, hogyha azt mondod, bocsáskák, ott van egy csomó könnyen tartható faj, azt mondod, madárpók, ott is van egy csomó könnyen tartható faj, tehát az attól függ, hogy mit választasz. És akkor azon belül lehet ilyen fajokat meghatározni. Esetleg a békákhoz is értesz valamennyire. Valamennyire igen, olyan borzasztó nagy profi nem vagyok, de valamennyire értek hozzá, igen. Szia, hány rovarod van? Sok rovarom amúgy ma annyira nem sok, mert inkább most már megint pókozok. Mind visszatértem ugye a pókozáshoz, meg rákból van nagyon sok rovarból, hát 20 faj körül van pillanatnyilag. De inkább most főleg rákok, ugye az ászkarákok nagyon sokat, ja, hát nagyon sok ászkarákon van, nagyon sok madárpókon van, más pókok is vannak, úgyhogy igen, rovarból talán nem is olyan nagyon sok. Hello Tamás, örülök, hogy itt vagy. Skorpiót érdemes-e tartani? Hát ez attól függ, melyik faj, ugye Magyarországon a legtöbb skorpiófaj az listázott, tehát csak engedéllyel tartható. Van néhány genusz, amelyiknek a tagjai tarthatóak, ez lenne például a Heterometrus, az Euscorpius, a Hadogenes, a Hadrus és a Pandinus, hogyha nem tévedek, tehát 5 genusz fajai tarthatóak legálisan Magyarországon. Azon belül vannak nagyon jó fajok, könnyen tarthatóak, és Magyarországon például a Heterometrus, Spinifer, meg Peters, ezeket úgy Magyarországon egész könnyen be is lehet szerezni. De skorpiókat érdemes tartani, könnyen tarthatóak, nagyon szépek, mindenképp egy nagyon érdekes állatcsoportról beszélünk, de figyelni kell, hogy melyik faj, mert Magyarországon a legtöbb faj illegális. Csak mert nekem van egy zöld varany. Az Gábor viszont annyira nem jó dolog, a zöld varany, mint Magyarországon az összes hüllő kétértű védett, és hogyha nem, Magyarországon nem tartható fogságban, és mindenképp enged el, hogyha egy Buffo viridisről van szó, tehát a Magyarországon is elterjedt vadon élő zöldvanyról, mert védett faj, és mindenképp a természetben van a helye. De amúgy nagyon sok terrorisztikában jól tartható trópusi békafaj van, úgyhogy nem is érdemes vadonból gyűjteni állatokat, mert nagyon sok tenyésztett békához hozzá lehet jutni így a terrorisztikában. Akár bőrzén, akár állatkereskedésben, tehát már békából is egész sok faj van, amit Magyarországon lehet tartani, tenyészteni, illetve hozzá lehet jutni. Hogy ritkán van videó? Hát ez több
okból is van. Egyrészt van pár állatom, tehát így abból is, azzal is azért megy el idő bőven. Másrészt most érettségizek, ami azért kellett egy kis idő, mondjuk nem vagyok egy kitűnő tanuló, de azért kicsit fel kellett rá készülni. És harmadrészt most az utóbbi időben elég sokat foglalkoztam a német csatornámmal. A következőkben próbálom majd valahogy elfelezni, hogy legyen egy rész magyar, rész német, ugye, hogy a magyar csatornán is kerüljenek föl videók. Ezt majd próbálom valahogy így megcsinálni. Hallottál a hangyatartásról és a hangyaformikáriumokról? Persze, hogy hallottam róla, volt is hangyám régen, de hogy őszinte legyek, Dani nem fertőzötte meg a hangya témával, én nem vagyok olyan nagy rajongója. Mondom, tehát ezt ne érts félre, nagyon szeretem a hangyákat, nagyon érdekes állatok, mint amúgy az összes állatot nagyon szeretem, nagyon érdekesnek tartom kb. Sőt, az összes élőlényt ezen a földön nagyon érdekesnek tartom, az amibától kezdve az elefántig, de a hangyatartás, mint fogságban tartás nem fogott meg. Tehát nem vagyok egy, tehát én személyesen nem tartanék, de biztos egy nagyon érdekes dolog. Kettő faj van, illetve ez nem is faj, hanem ezek több fajok, de kettő csoport van, amit úgy tartanék. Az egyik a levélvágó hangyák, amelyeknek a tartása elég nehézkes, és elég sok pénzbe kerülnek. Másik pedig a szövőhangyák, őket pedig Magyarországon elég nehézkes beszerezni. Illetékesen kellene hozzá hely meg idő. Főleg helyből nagyon minimális van, időből sincs most pillanatnyag olyan nagyon sok, úgyhogy a hangyákat majd esetleg később betervezzük. Tervezed, hogy a hobbid munkád is legyen egyben, például lennél entomológus, vagy mi a terved a jövőre nézve? Hát igen, ez egy olyan kérdés, amit tőlem nagyon, tehát nagyon gyakran kérdeznek. Őszinte legyek, én például entomológus abból a szempontból nem lennék, mert én ismerek entomológusokat, és nekem az ő munkájuk abból a szempontból nem tetszik, hogy nagyon keveset vagy kint a természetben. Tehát mondjuk évente egyszer, kétszer, tehát úgy kb. 1-2 hónapot kint töltesz terepen, gyűjtesz rovarokat, és a többi, tehát az idő többi részét a laborba ülsz, és mikroszkóppal vizsgálgatod a fajokat. Biztos egy nagyon érdekes dolog, de ez nem nekem való. Én inkább állatokkal szeretnék aktívan dolgozni, és hát Németországban, München beleadtam a jelentkezésemet állatgondozói kiképzésre, és próbamelőre fel is vettek októberben, úgyhogy én állatgondozó szeretnék lenni, állatkerti állatgondozó. Ez a nagy projekt, és hát hogyha minden úgy működik, ahogy én azt elképzelem, akkor későbbiekben lehet áttérnék arra, hogy megpróbálnék megélni abból, hogy állatokat tenyésztek. Tehát mit tudom, madárpókok, különböző ízeltlábúak, azokkal kiállni bőrzére, tenyészteni jó fajokat, és akkor abból megélni, de ez egy eléggé komplikált terv, úgyhogy ez még a jövő dallama, majd meglátjuk. Hello Laci, örülök, hogy itt vagy. Van-e kígyód? Nincsen már, régen volt afrikai házisiklom és gabonasiklom, de pillanatnyag nincs. A vízaknákban találtuk. Az nagyon jó, hogy kiszedtétek a vízaknából, de mindenképp engedjétek szabadon egy megfelelő élőhelyen. A zöldvarangyok szeretik az ilyen mezős területeket, ahol vannak kisebb, hát vízterületek, tehát mondjuk kisebb patakok, ilyesmik, lehetőleg olyan mezőre vigyétek el, ahol nincs durva mezőgazdaság, tehát meghagyják a mezőt úgy, ahogy van, nem darálja le havonta egyszer a gép, az persze nem olyan előnyös. Igen, tehát a vízaknából nagyon jó, hogy kiszedtétek, viszont ne tartsátok otthon, mert nem otthon a helye, tehát ő természetben engedjétek vissza. Azt megjegyezném, hogy változott a zöldvarany latin neve már, Bufotes viridis. Ó, ezt nem tudtam, köszönöm szépen a kiegészítést. Ja, amúgy srácok, mindig nagyon örülök, hogyha valaki kiegészít, vagy kiavít. Most ezt vicc nélkül mondom, tehát én ennek tényleg örülök, mert az a helyzet, hogy ugye senki se tudhat mindent ebből a témából, tehát nagyon sok faj van, nagyon, tehát gyakran változnak a latin nevek, stb. És hogyha például beleírtok a kommentekbe egy ilyen dolgot, én abszolút nem sértődök meg rajta, sőt, nagyon is örülök neki, mert ilyenkor mindig tanulok valamit plusz, mert hát ebből a témából sose lehet eleget tanulni, tehát ez nem így működik, hogy jaj, én vagyok a nagy terrorista és mindent tudok, ez sose lesz így, sose volt így, úgyhogy hogyha valaki a témában jártasabb, mint én, és valami olyat mond, tehát én valami olyat mondok, ami nem jó, akkor nyugodtan javítsatok ki, abszolút nem haragszom érte, sőt, tényleg örülök neki, mert akkor én is tanultam hozzá valamit. Német, gute Nacht, ja, gute Nacht. Jó éjszakát mindenképpen. Tudnál tippet adni a mesztelen csiga tartásról, mert csigákról nem túl sokat találtam az internetet. Ez attól függ, hogy melyik fajról beszélünk. Ugye utóbbi időben talán, mondjuk Magyarországon nem egy gyakori dolog, nálam van otthon pár darab. A Veronicella slowneyi, ami egy közép-amerikai mesztelen csiga faj,
Nekik a tartásuk nagyon hasonló az ahátsiákéhoz, de ez mondanod kéne egy fajt, egy specifikus fajt, amit szeretnél tartani, vagy tartasz otthon, mert így nem tudom meg. Tehát így unblock a tartásukról, mert ugye minden fajnak van másik igénye, tehát minden fajnak más igénye van. Én rákot nem tartom, hanem eszem. Hát így is lehet nézni a dolgot, de nagyon sok érdekes rákfaj van, amiknek a viselkedése nagyon-nagyon érdekes, szaporodásuk is. A rákok unblock nagyon érdekesek, mert iszonyú változatosak. Melyik rovart lehet a legkönnyebben beszerezni? Hát, ezt így nem tudom megválaszolni. Ez specifikusabban kéne kérdezni, tehát mondjuk, hogyha azt mondod, hogy melyik bocsáskát lehet a legkönnyebben, akkor talán azt mondom, hogy bengáli bocsáska, meg vietnámi bocsáska, tehát Romulus Artemis, meg... Hát úgy van egy-két faj, amit úgy elég gyakran kínálnak, de ez, hogy melyik rovart, ezt így nehéz megmondani. Tehát ez kéne egy specifikus, hogy melyik, milyen rovart szeretném. Milyen rovart vagy bogarat a legegyszerűbb tartani, és te honnan szoktad beszerezni az általad? Ezt az előbb már említettem, légy szíves, mondjatok egy specifikus állatcsoportot, tehát azt mondjátok, hogy milyen bocsáskát, milyen imádkozósáskát, akkor tudok sorolni pár fajt, így, hogy milyen rovart, milyen bogarat, ezt így nehéz meghatározni. Úgyhogy mondjatok mindenképp specifikus csoportokat, amik érdekelnek titeket, amiket szeretnétek tartani, és akkor esetleg tudok hozzám mondani fajt. Én az általimat ismerősöktől, akik a hobbiban vannak, tenyésztőktől, illetve bőrzéken szoktam beszerezni. Sok sikert kívánok hozzá, nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy összejön. Hány éves vagy? 18 vagyok, és lassan 19 leszek, tehát augusztusban. Gekkók tartásával kapcsolatban mi a véleményed? Azt olvastam, hogy nagyon gyorsan mozognak és harapósak. Ez attól függ, milyen gekkó. Tehát például a vitorlás gekkók, ami nekem is van, Coralophus ciliatus, azok abszolút nyugisak, nem harapnak. Mondjuk a hím az harap, az jogos, de ez attól függ, melyik gekkó. Gekkókkal nagyon jókat lehet játszani, illetve hát nagyon jól tarthatóak. Ugye az a nagy előnyük, hogy nem olyan nagyon nagyok, tehát a legtöbb gekkófaj az ilyen, hát... 20 centi körül belefér. Nyilván vannak nagyon nagy fajok, nagyon kicsi fajok is, de ugye a közepes átlag, mondjuk leopárd gekkó, zsírfarkú gekkó, vitorlás gekkó, toke gekkó, ezek mind ilyen 20 centi körüliek vannak. És ez azt jelenti, hogy bár a gekkóknak elég nagy terrárium kell, főleg az ilyen falakófajoknak, mert nagyon nagy a mozgásigényük, viszont mondjuk egy nagyobb hüllőhöz, mint mondjuk egy szakásagámához, leguánhoz képest azért mégse kell olyan nagyon nagy hely. Tehát relatív kis helyen egész jól tartatóak, mondjuk azért, hát mögöttem lévő terrárium a nagy, az a vitorlás gekkók terráriuma, az 70x80 alapterületű és 90 magas, tehát az ugye egy alap lenne, tehát azért kell nekik hely, mert nagy a mozgásigényük, viszont nagyon jól tartatóak. Milyen hosszú lesz a live? Hát ez attól függ, mennyire van kedvem, de szerintem egy olyan órás, egy és fél órás. Attól függ, mennyit kérdeztek. Hogyha egy fél óra után azt mondjátok, hogy most már vége van, akkor vége van. Ez főleg tőletek függ amúgy. Jelenleg csak nagy mesztelen csigát tartok. Mi az, hogy nagy mesztelen csiga? Ez egy faj tudnál nekem írni, de ezt gondolom akkor egy Magyarországon őshonos fajra gondolsz. Gondolkoztál azon, hogy lesz akváriumot? Hát, hogy őszinte legyek, igen, de én annyira az ilyen haltartás nem kedvelem. Tehát nekem az ilyen halaktartás annyira nagyon nem jön be. Nekem, hogyha lenne akvárium, akkor mindenképp tengervizit szeretnék, tehát egy sósvízű akváriumot, csak annak tudom, hogy nagyon nehéz a gondozása, nagyon drága a gondozása, a beszerzése is iszonyat drága, és én nem is tennék bele a halakat, hanem főleg gerincteleneket tennék bele. Mondjuk tengeri sűn, tengeri csillag, különböző rákokat, garnélákat, ilyesmiket, tehát az ilyesmi. Milyen rózsabogarat a legegyszerűbb tartani? Mindenképp a kongói rózsabogárnak, hát talán, igen, kongói rózsabogár Magyarországon legelterjedtebb, igazából a legelterjedtebb rózsabogár faj, az a Pachnoda marginata peregrina alfaj. Ez egy ilyen körülbelül 2 centis bogárka, amiről csináltam már amúgy egy tartás videót, hát azt tényleg nagyon egyszerű tartani. Nagyon sok állatkereskedés belenség állatnak árulják a lárváit, úgyhogy könnyen beszerezhető. Rákokat könnyen lehet tartani, ez attól függ, melyik faj és milyen csoport. Tehát mondjuk vannak nagyon nehezen tartható fajok, nagyon nehezen tartható csoportok, tehát például az ászkarákoknál a legtöbb fajt azt nagyon könnyű tartani.
mondjuk a geozizermákat elég könnyű tartani, tenyészteni már nem annyira, hogy nem a tenyésztése van a baj, hanem a felneveléssel. Kardizómát is könnyű tartani, a nagyobb talisznyarákokat is egész jól tarthatóak. A remeterákoknak például már vannak igényei, amikre azért figyelni kell. Tegyük fel, hogy valakinek van egy pálmatolvaja, azt már nehezebb tartani. Tehát azért ez megint attól függ, hogy milyen faj. Tehát nem lehet így összefogón azt mondani, hogy rákok. Főleg azért már rákok iszonyatosan változatosak, tehát nagyon-nagyon sok család, nagyon-nagyon sok faj, nagyon különböző evolúció, tehát nagyon különböző alkalmazkodásaik vannak az élőhelyekhez, és nagyon-nagyon ősiek, tehát vannak fajok. Ugye a rákok közül kerül ki a legidősebb, ma is élő állatfaj. Nyári pajzsosság Magyarországon is elterjedt faj, tehát Magyarországon is élő faj. Neki van egy alfaja, ami 220 millió éves, de a faj, tehát maga a faj az még mindig ma is ugyanúgy létezik. Méghozzá ez a Triops cancriformis cancriformis alfaj, ami ma is él még, és ez 220 millió éves maga a faj. Limax maximus. Igen, a Limax maximus az csigákkal táplálkozik, tehát egyéb mesztelen csigákkal, tehát például a spanyol mesztelen csiga, ami invazív, és gombákkal. Én tenyésztettem is őket egy időben, a limaxokat. Jó nedves környezet, jó sok rejtekhely, mély talaj, abba petéznek, és hát ragadozó gomba ez a kettő fő, és úgy esetleg megeszegetik az ilyen nagyon édes gyümölcsöket, például cseresznye, málna, ilyesmiket lehet még nekik adni, azt úgy szeretik. Extatozóma tiarátumaim vannak jelenleg, de tetszenek a vándorlevelek is, te melegebb hőmérsékleten tartod őket, vagy jó nekik a szobahő? Hát attól függ, hány fokos a szobahőmérséklet, de gondolom nem ilyen 16, tehát mondjuk, hogy 20-22 az tökéletes. Bocsássák meg, igazából nem kell az a 30 fok, mondjuk a filiumoknak, tehát vándorleveleknek jó, hogyha egy kicsit melegebb van, mondjuk egy 23-24-25. Arra kell nagyon ügyelned, hogyha szeretnél vándorleveleket, hogy nekik kettő dolog nagyon fontos: a magas páratartalom és a nagyon-nagyon jó szellőzés, ami nagyon fontos, főleg amikor még fiatalok, mert hogyha befülled a levegő, akkor rögtön lehullik az összes. És hogyha el akarod kezdeni vándorlevelekkel való foglalkozást, akkor mindenképp a Philium philippinicum fajt ajánlanám, aztán ugye a legkönnyebben tartható. Sokan azt mondják, hogy a Philium giganteum, de az nálam például sosem működött rendesen, úgyhogy én a philippinicumnak vagyok nagy hívője, úgymond, az jól működik, tartható, nagyon jól eszi a szedret kiskorától kezdve, mert egy csomó vándorlevél kiskorától kezdve például csak a tölgyet fogadja el, tehát amikor még nagyon picik, úgyhogy az egész jól működik. Tehát jó szellőz, nagyon jó szellőzés, és naponta egyszer, hát minimum egyszer, de inkább kétszer. Én mindig kétszer párosodtam, egyszer reggel, egyszer este, és a szellőzés az tényleg nagyon jó. Aranyhal a legjobb. Hát, Isten, én nem vagyok olyan nagyon nagy. Mondom, minden élőlényt nagyon szeretek, nagyon szépek, érdekesek, de én személyesen halat nagyon nem tartanék. Hogyha halat tartanék, akkor mindenképp valami nagy ragadozó sügeret, vagy ilyesmi, de nem annyira az én kategóriám, ez az akvarisztika. Állatokat fogsz mutatni, vagy csak beszélgetünk? Egyébként nagyon tetszik ez a kérdezfelek. Gergő, az a helyzet, hogy igazából tudok mutatni egy-két dolgot, de csak olyan dolgot, amit így ki tudok venni, úgyhogy inkább ez most egy ilyen beszélgetős sztori lesz, tehát hát én kérdezfelek, de örülök, hogy tetszik, és hogyha szépen kérdezgettek, akkor ez így nyugodtan csináljuk még egy ideig. Amúgy nagyon látom, hogy nagyon jó haladunk, 13 jelenlegi néző, az nagyon szuper, 11 like, nagyon jók vagytok, köszönöm szépen a támogatást. Volt már olyan, hogy féltél benyúlni az állatodhoz? Hát félni nem, de tehát ugye mondjuk egy madárpókhoz mindig úgy nem is nyúlunk be igazat, egy madárpókhoz nem nyúlsz be elvileg, hanem csipesszel, tehát nem nyúlkálunk vadul mindenhova befele. Respektálni kell az állatot, tehát azért most mondjuk veszünk egy Pterinoclus mulinust, aminek azért elég potens mérge van, ugye madárpókoknál van ez a téfit, hogy jaj, nincs erős mérgük, de ott van egy-két faj, aminek azért elég ütős mérge van. Mulinus egyik ezeknek, főleg az afrikai, ausztrál és ázsiai fajok, amiknek tényleg erősebb mérge van, és elég defenzív viselkedést is mutatnak.
Tehát oda nem nyúlkálsz be kézzel, mert elég szar vége lenne, tehát ott az a lényeg, hogy csipesszel nyúlunk be, és mindig respektáljuk az állatot. Tehát én unblock nem nagyon nyúlkálok a dögökhöz, ugye a terrorisztikában nem az a lényeg, hogy simogassuk az állatot, hanem az a lényeg, hogy nézelődjünk benne, megfigyeljük a viselkedését, stb. Tehát hogyha most ilyen fogdosós állatra vágynék, akkor vennék magamnak egy hörcsögöt, tengeri malacot, stb. Tehát mondjuk egy skorpióhoz sem nyúlsz hozzá, akkor is, hogyha gyengébb mérge van, de nem arra van, hogy fogdossuk, tehát nem az a lényeg a dolognak. Én amikor láttam az első videót, akkor elgondolkodtam, hogy tartsak rovarokat. Figyelj, rovarokat nagyon jó tartani, Zsombor, tehát legjobb dolog, csak úgy át kell gondolni, hogy mit szeretne, de ezt ne, tehát mindenképp gondold át előtte, tehát ne az legyen, hogy jaj, kedvet kaptam, és akkor veszek valamit, aztán ráunsz, és már nincs értelme, mindenképp gondold át, és mindenképp olvas utána, tehát nem elég megnézni a videóimat, mert én abban 15 percben nem tudom összefoglalni a fajnak a tartását teljesen, én inkább ilyen plusz infókat mondok el, amit talán interneten nem lehet utána olvasni, és mindenképp megéri kicsit utánolvasni, nem csak a fajtartásáról, hanem az egész kategóriát, mondjuk bocsáskák átfogó tartásáról, mindenképp a testfelépítésről, biológiáról is érdemes tudni valamit, mert akkor például tudjuk, hogy tehát például rovarok vedlenek, lárvakorba is vedlenek, és hát lárvakorba vedlenek, tehát az ivarérésig vedlenek, és akkor nem lepődünk meg, hogy hoppá, mi történik hirtelen a rovarommal, mondjuk egy imádkozó sáskámmal, hogyha épp kibújik a bőréből, tehát ez érdemes egy kicsit ilyen átfogó információkat tudni a kívánt állatról, tehát ez mindenképp érdemes utána olvasni, sőt, nagyon fontos, hogy utána olvas. Szeretnék csigát tartani, de nem nagyon ismerek fajukat. Hát úgy kezdésnek ahárcsigák a legjobbak, ott igazából ingyen már beszerezhetőek, nagyon sok embernél véletlenszerűen szétszaporodik. Ezek ilyen jó nagy, tehát ilyen 13-15 centis házhosszúságú csigák, afrikai tartású igazából elég egyszerű. Azért itt is utána érdemes olvasni, mert például neki kell a meleg, tehát napközben egy ilyen 25-26, éjszaka sem menjen 20 fok alá, inkább ilyen 23 fok körüli hőmérséklet, és nagyon változatos étrend, hogy szépen nőjenek, sok kálcium. Tehát az itt is érdemes utána olvasni mindenképpen, de az ahárcsigákat tudnám úgy ajánlani kezdő csigának, mert Magyarországon az könnyen beszerezhető. Van nagyon kényes állatod? Nekem van több kényes állatom is. Hát pillanatnyilag desmoxit eszek mindenképpen, ami egy karimási kerszelvényes faj. Hát nem is az, hogy kényes, de nagyon kell rá figyelni, vagyis hát én nagyon figyelek rá, mert nagyon értékes, úgymond. Van egy-két pókom, amire azért úgy figyelgetni kell. Mik vannak itt még? Mondjuk a lepkékre nem kell nagyon ügyelni. Van egy-két ászkám, amire úgy érdemes figyelgetni. Hát, ja. Igazából ennyi. Most annyira nincs olyan nagyon sok igazán kényes fajom. Az most nincsen, de... Időnként előfordul, hogy szokott. Hogyan tudnék beazonosítani ízelt lábúakat? Ezt hogy érted, hogy határozni? Hát mindenképp olvas utána, hogy tehát tudd, hogy hát, hogyha most ezt úgy érted, hogy mondjuk kimész terepre, és látsz valami rovart, vagy ízelt lábút, és ezt be akarod határozni, hogy melyik faj. A fajra határozás az nem biztos, hogy ez alapján működni fog, az a baj, hogy Magyarországon, most hogyha nem tévedek, akkor valami 40 ezer rovarfaj körüli számban, tehát nagyon sok, úgyhogy azt fejből senki se tudja megjegyezni szerintem, tehát ott mindenképp azért. De érdemes utána olvasgatni a rovarrendszertant, ízelt lábúak rendszertanát, és a fő határozó kulcsokat így kiírni. Például tegyük fel, hogy látsz egy rovart, és látod, hogy neki kitinés szányfedője van, akkor biztos lehetsz benne, hogy egy bogár, mert ugye a bogaraknak van kitinés szányfedője, és akkor még tegyük fel, hogy most milyen példát hozzak a bogarakhoz. Hát tegyük fel, hogy mondjuk ilyen, hát most ez elég szar, mindegy, erre most ne térjünk ki, mert nem tudok jó határozó kulcsot mondani. Mindenképp olvasni kell, tehát nagyon sokat kell utána olvasni. Ez egy éveken keresztüli tanulás, és én most így, hát úgy lassan 6 éve foglalkozom ezzel a témával, úgy próbálok eléggé, hát rendszeresen foglalkozni a témával, és így is nekem nagyon sok, tehát kimegyek terepre, és látok valami kis, mondjuk egy fátyolkát, és a fingom sincs meg, a genuszra sem tudom megmondani, mert annyi fátyolka faj van, és nagyon hasonlítanak egymásra, és már örülök, hogy addig eljutok, hogy ez egy fátyolka. Nyilván vannak olyan fajok, amik így gyakran előfordulnak, mint mondjuk egy nagy hőscincér, vagy Lucanus cervus, tehát nagy szarvasbogár, ezek, amik úgy olyan tipikus, könnyen felismerhető fajok, tehát ezt úgy ránézel,
látod, hogy ez az. De van nagyon sok faj, ami hasonlít más fajokra, és akkor arról már tényleg nehéz megmondani, hogy ez most pontosan mi. Mondjuk látsz egy bagolylepkét, és akkor én is eljutok odáig még, hogy bagolylepke, de hogy az most pontosan melyik bagolylepke faj, hát ezt meg nem mondom neked, úgyhogy ez mindenképp ilyen. Ja, tehát ez tanulás mindenképp. Köszi szépen, fenyéből készült flexterem van, az jól szellőzik, de azt tapasztalom, hogy hamarabb kiszáll, mint egy terrárium. Az nem baj, hogy kiszárad, pont az a jó, mert akkor szépen mozog a levegő, és ezért kell mondom naponta, hát én kétszer párásítottam, tehát naponta legalább egyszer, de inkább kétszer párásítani, mert hogyha egész nap párás a terrárium, akkor látod rajta, hogy nem mozog jól a levegő, nem szellőzik jól, és befülled, és azt a vándorlevelek nagyon nem bírják, tehát abban elég gyorsan megdeglenek. Akvárium tekintetében tudom neked ajánlani a Malawi és Tanganyika tavi sügerek tartását, nagy helyigényű, de biotóp lakhelyet könnyű elkészíteni nekik, és jól imitálják tengeri. Ismerem őket, de mondom, én halat annyira nem szeretnék tartani, nekem inkább a gerincstenek. Tehát hogyha nekem lenne akvárium, mindenképp, amúgy meg van akváriumom, ami igazából egy műanyag doboz vízzel, tehát nekem vannak garnéláim, van most pár vízicsigám, meg vannak észak-amerikai folyami rákjaim, Procambérus genuszból származóak, tehát úgymond van vizes, hát akváriumnak tekintető dolgom, csak nem halas, mert én azt annyira nem csipázom. Szarvasbogát lehet tartani? Nem lehet. Ugye a szarvasbogár Magyarországon védett, és ezáltal nem tartható. És hozzátenném, hogy a Lucanus cervus, tehát a magyarországi nagy szarvasbogának a tartása az eléggé nehézkes. Én személyesen nem tartottam, viszont vannak ismerősök, akik tartottak, és ők mondták, hogy bizonyos hőmérséklet kell neki. Van a Lucanus cervusnak, tehát a nagy szarvasbogának egy török alfaja, az a Lucanus cervus agbezianus, azt hiszem, vagy Agbezianus, vagy valami ilyesmi, tehát Lucanus cervus agbezianusnak mondom én, lehet valami más nem van, az egy török alfaja a nagy szarvasbogárnak, az viszont tartható, csak azt venni kell, tehát nyilván, hát mondjuk Facebookon vannak ilyen international bogaras csoportok, ott nagyon ritkán szoktam látni, de az meg eléggé pénzes játék. Azt tartatod, viszont hogyha hatóságok esetleg átjönnek hozzád kopogtatni, nem hiszem, hogy te azt be tudod bizonyítani, hogy ez az az alfa, úgyhogy nem érdemes. Viszont szarvasbogarat, tehát hogyha most nem európai, tehát nem a nagy szarvasbogára gondolsz, nagyon sok trópusi faj van, ami tartható, és egy-kettő, sőt van egy jó néhány faj, ami tök, hát nem tök könnyen, de egy kis tudással, kis utánolvasással tenyészthető is, és azok teljesen legálisan tarthatóak, úgyhogy inkább, tehát sokkal jobban megéri egy ilyen trópusi fajjal foglalkozni, mint a nagyszarvasbogárral szerintem. Nyilván a nagyszarvasbogár nagyon szép faj, de jobb az természetben megfigyelni, inkább hagyjuk ott, és szaporodjon szépen. Gondoltál arra, hogy majd zoológia mesterképzésre elmenni egy BIOS egyetem után? Én nem megyek se BIOS egyetemre, se zoológus mesterképzésre. Az előbb említettem, hogy én állatgondozói pályára szeretnék menni, mert én szeretném így az aktív kontaktot az állatokkal, illetve nekem az a nagy szenvedélyem, hogy az állatgondozás, állattenyésztés, stb. És ezért én Németországba. Hogyha minden jól megy, akkor elkezdek egy kiképzést, állatgondozói kiképzést. Most van egy próbameló Münchenben, Müncheni állatkertben, az majd októberben lesz, úgyhogy majd meglátjuk. Szarvasbogárnak mennyi törődés kell? Hát a nagy, mondom, ez attól függ, melyik faj. Tehát a szarvasbogár olyan nincsen, mert nem tudom, hogy hány száz szarvasbogár faj van, sok van. Ugye Magyarországon kettő szarvasbogár faj él, a nagy szarvasbogár, meg a kis szarvasbogár, nagyon kreatív nevek. Az egyik ugye a Lucanus cervus, ez a tipikus, tehát a szarvasbogár, ahogy szokták mondani. A másik pedig a Dorcus parallelipipedes, ami a kis szarvasbogár, és amúgy egy olyan embernek, aki nem ismeri így nagyon a bogarakat, illetve a rovarokat, szerintem nem is mondja rá, hogy szarvasbogár, mert nincsenek olyan tipikus nagy rágói, mint a nagy szarvasbogárnak, tehát egy ilyen kisebb dorkusz faj. Viszont nagyon érdekes, hogy dorkusz genusznak vannak délkelet Ázsiában ekkora fajai, tehát ilyen 80-90 mm-es fajai, azt nagyon jól lehet tartani, de szarvasbogarat légy szíves, ne gyűjtsetek, egyrészt mondom védett, sőt, az igazából a legfontosabb, hogy védett, tehát nem gyűjtünk védett állatokat, nyilván. Nem csak azért, mert megbüntetnek érte, hanem azért, mert védett, és nem oktalanul védett, mert ugye a szarvasbogaraknak nagyon
Hát sajnos csökken igazából a szaporodási helyük, mert az emberiség nagyon szereti a szép, tiszta erdőket, ahol nincs semmi kidőlt korhat fa, és a nagy szarvasbogárnak pont az kell, mert a lárvái korhat fával táplálkoznak, még az a korhat tölgyel, és nagyon, tehát ritkábban korhat bükkel, és az ilyen, hogyha kiirtják ezeket a régi erdőket, ami tele van korhat fával, akkor ezzel a szarvasbogár is eltűnik. Sajnos Magyarországon a szarvasbogár mellett még amúgy nagyon sok más faj is, tehát egy nagyon sok cincérfaj, tehát stb. Igazából szinte az összes rovar, aminek szüksége van a korhat fára, sőt, ászkarákokból is vannak fajok, amik lassan tényleg eltűnnek, vagyis hát én nagyon ritkán találok, már például Oniscus acellus régen sokkal gyakrabban találtam, most már kevesebb van belőle, vagyis hát én kevesebbet találok, úgyhogy tényleg ezt a befogni védett állatokat engedjük el, tehát kint van a helye, szaporodjon, és próbáljuk meg az élőhelyét megőrizni, és a természetbe megfigyelni. Ez légy szíves, ne fogjatok be semmi védett állatot. Ez fontos. Érdemes befogni állatot. Most mondtam el, hogyha védett semmiképp, hogyha olyan állat, amiről tudod, hogy tudod tartani, és nem védett, nem veszélyeztetett, akkor felőlem lehet. Azért nem mondom, hogy nem, mert én is fogtam be állatokat, tehát nekem is vannak itt európai fajaim, ászkarákokból például valamit itt gyűjtöttem a normafán is, valamit gyűjtöttem, tehát több helyről van, viszont mindenképp legyél tisztában vala, hogy hogy kell a faj tartani, gondozni, hogy ne azért fog be őket, hogy megöld őket, hanem hogy legyen izé. Ha kéne választani, akkor kutyák vagy macskák, mindenképp kutyák, én a macskákat nem szeretem, abból az szempontból, hogy szépen tönkrevágják a madárvilágot, kisemlősöket zsákmányolnak, tehát tömegesen. És ugye ez nem természetes ragadozás, mondjuk, mint egy róka elkap egy fácent, az természetes, semmi probléma, de ugye a házi macska, ami hazamegy, szépen felzabálják, aztán meg megy az erdőbe, és leszedi a széncinegéket, kékcinegéket, nem szeretem a házi macskákat. Úgy szeretem, hogyha valaki bent tartja a lakásba, vagy van kertbe kifutó, semmi probléma, csak az, hogy mindenhol járkálnak a macskák, és mindent szétgyilkolnak, az nem a kedvencem. Elméleti kérdés, ha az emberek, az emberek bedob egy poloskát, legyen az barna márványos poloska vagy zöld, a madárpókhoz azt megeszi, mert ugye védekezésként bűnölnek pókok érzékei. A pókok feromonokra, de ez fajon belüli mindenképpen, tehát a feromon érzékelés az mindig fajon belüli, vagyis hát legalábbis genuszon belül, tehát hogy például a legtöbb éjjeli lepke faj, maradjunk ennyinél, például a Saturnidae családban a nőstények feromont termelnek, viszont ezt igazából csak a fajon belüli hímek, vagy talán közeli rokonságban való egyedek észlelik, tehát a madárpók a poloskának a feromonját erősen kétlem, hogy észleli, és szerintem ez a bűzlőszag, ez szerintem nem is feromon, hanem ez egy ilyen védekezési anyag, és nem tudom, ezt ki kell próbálnod, tehát fogalmam sincs, hogy megeszi-e. Nem próbáltam még sose ezt. A garnéla finom. Áttartani is nagyon jó, megmondom neked. Pókoknak mit szoktál adni, ennit? Csoki csótányt etetek, mert azt tenyésztem itt házilag, aztán azt kapják, mert az úgy olcsó, és van belőle kiló számla, úgyhogy az fasza. Tarantula Mantis, örülök, hogy itt vagy. Kezdő rovart tartanak, milyen rovarokat ajánlsz? Srácok, ezt már elmondtam párszor, próbáljátok meg valamit kategorizálni, tehát én most nem akarom azt mondani, hogy tartsál egy, mit tudom én, tartsál bengáli bocsáskát, ami egy tök jó kezdő bocsáskafaj, hogyha te imádkozó sáskát szeretnél tartani. Tehát mindenképp keresd magadnak egy olyan állatcsoportot, amit szeretnél tartani, de mit tudom, azt mondod, hogy engem nagyon érdekelnek a rózsabogarak, és akkor abból egy kezdőfaj. Tehát most az, hogy rovarok, iszonyú sok rovar van ezen a földön, és nagyon sokat könnyű tartani, viszont mindenképp egy olyan rovar csoportot keres, családot, akár genuszt, amit szeretnél tartani, és akkor azon belül esetleg tudok neked segíteni, hogy melyiket ajánlanám én személyesen. Pont most láttam egy dorkusz, találkozni velük, meg a dorkusz paralipédesznek az a nagyon nagy előnye, a nagy szarvasbogárral szemben, ugye a Lucanus servusza, tehát a paralipédesz az nagyon sok fa korhadékon megél, tehát például eszi a gyümölcsfákat, eszi a füzet, eszi a nyárfát, tehát igazából minden, ami fehér korhad fa, azt a lárvák nagyon szépen zabálják. Nálunk itt a közelben Dunakesz, szinte Dunakesz, ez azért nem egy természetvédelmi központ. Itt igazából nagyon erdőterület sincsen, csak akác van, meg bálványfa erdő,
ők, meg talán egy-kettő szorványosan a Dunaparton 3-4 nyárfa azért van. A Szentendrei szigeten vannak egész szép erdők, mondjuk az is főleg nyár, meg akáz, de mindegy. És itt is szoktam találkozni velük, pedig itt igazából tehát tölgybüknek nyoma sincs, és hát úgy látszik, hogy azért a fűz, nyár, meg például én fűzkorhadékban találtam már parallellipipédes lárvát, úgyhogy igen, tehát ők igazából nem annyira, hát most mondanám azt, hogy kényesek, de ez igazából nem kényes, ugye nyilván nagyszalózsúgár más, hogy alkalmazkodott, de nem annyira válogatósak mondjuk úgy, tehát nem táplálék specialisták. Vannak lepkét, ha vannak, akkor milyen faj? Vannak bombix morik, tehát sejem lepkék, most lárvák pillanatnyilag, és van egy egész dobozni. Ezt így gyors meg tudom mutatni. Ezek Zamia ricinik, ami egy délkelet-ázsiai szaturnidé faj. Ezek most már saját hernyók. Viszont lepkét nem tudok mutatni, mert ebből a fajból lepkék, tehát az imágók azok csak egy ilyen 7-től 10 napot élnek, úgyhogy nem olyan sokat. Jaj. Mondtad, hogy Münchenbe mész, majd próbálom el óra, addig mi lesz az átadiddal? Gondozza a helyet, valaki, vagy viszed őket magaddal? Hát az a nagy helyzet, hogy én kiköltözök Münchenbe szeptemberben, úgyhogy ők jönnek át. Igazából elvileg én most le kéne, hogy építsem az állományt, na most ez kicsit nehéz megoldani, mert hogyha rá vagy függve erre a sztorira, akkor tehát például ma elmentem igazából tücsköket venni eleségállatnak, a gekkóknak. Ó, hát itt vannak sejemlepkék, azoknak olyan jó fejek az imák, hát vegyünk egy 5 darabot, most kit érdekel, ja, aztán 5 darab leszaporodik, és akkor van 200, tehát ez tipikusan ez a kattos gondolkodás, ami nálam már nagyon bent van. Úgyhogy hát csökkengetem, ami most úgy fajokból már egészen lejjebb ment, és főleg madárpókat fogok majd kivinni, mert most az lett megint így a... Hát, amiről úgy nagyon foglalkozok, úgyhogy igen. Szoktál rovaros videókat nézni? Igen, szoktam, de főleg német videókat, mert magyarban nincs is nagyon semmi, ami úgy érdekes lenne. Most már egy kicsit gyakrabban lesznek videók. Próbálok csinálni, az előbb már említettem, hogy próbálom most majd egy egyensúlyba hozni a német és magyar csatornát, hogy úgy, hát ki, legalább két hetente egy videót kihozzak, de inkább hetente. Igazából nyáron végül is ráérek, úgyhogy megoldjuk. Mi a véleményed a madarazásról? Hogy érted madarazásról? Mármint, hogy madarak tartásáról? Biztos egy érdekes dolog. Mondjuk nem nagyon azért. Hát én neveltem már madárfiókákat, az volt már többször is, tehát volt szarka, galamb, stb. Tehát az volt már. De például ilyen papagáj, ilyesmi engem annyira nem vonz, hogy őszinte legyek. Én járok majd madarásztáborba, az biztos jó buli, az biztos érdekes. Arra mondjuk én is szívesen elmennék. Miért lehet tartani hobbiból? Hát méhészet az erről szól, igen, de az nyilván kinti. Amúgy engem a méhészet eléggé érdekel, nem is a méz miatt, hanem így hobbi tartásból, de sajnos, hát most már belevágni fölösleges, hogyha úgy is elköltözök, tehát most egy fél évre nem éri meg. Aztán nyilván Münchenben majd panel lesz, tehát az majd más sztori. De én majd valamikor a távol jövőben egy méhkaptárt szívesen befogadnék. Igazából én legszívesebben, ami Magyarországon is élő, igazából nekem a kedvenc magyarországi rovarfajom, lódarás, Vespa cabro, nagyon szívesen tartanék. Ilyen fél szabadon, tehát az úgy néz neki, hogy terrárium, abba belerakom ugye tavasz, hát úgy május környékén már kijönnek a királynők, egy királynőt begyűjtök, berakom terráriumba, hagyom, hogy elkezdje építeni a kis, hát ugye ők neki nem kaptáruk van, hanem fészkült, ugye darásfészek, lódarásfészek, elkezdje építeni a kis fészkét, és amikor már megvan az alapja, akkor kinyitom a terráriumot, és akkor félszabad, viszont tök érdekes lenne, mert ugye a terráriumban, hogyha tovább építi a fészkét, és akkor nagyon jól meg lehetne figyelni a viselkedést, a lárvák etetését. Nekem a lódarás nagyon nagy kedvencem, ezt sok ember nem érti, én se igazából, de nekem igazából ő a nagy, hát ő a kedvenc magyarországi. Hol van ennyi helyed a rovaraidnak? Hát az a jó a rovarozásban, illetve az gerincszenek tartásában, hogy nem kell hozzá túl sok hely, tehát például megnézed, mondjuk egy ekkora doboz tökre elég, ugye ebbe kezdik el, ez egy új faj, amit egy hete kap, hát két hete kaptam,
és amikor már nagyobb lesz a csapat, tehát a kolónia, akkor átrakom őket egy ilyen dobozba, és akkor ez lesz az egy, tehát ez egy ilyen nekem egy ászkás tenyészdoboz, és egy ilyen doboz az nem túl nagy, úgyhogy igazából ilyen ízelt lábúaknak az a nagy előny a legtöbb fajnak, nyilván vannak fajok, amik nagyon helyigényesek, például bocsáskából csomó van, ami nagyon helyigényes, de nagyon sok ízelt lábú faj ilyen szempontból tök könnyen tartható, kis helyen is nagyon jól elférnek, tehát ez nagy előnyük, a madárpókok is nagyon jó helyen, tehát kis helyen nagyon jól elférnek. Mert ahogy nézem, mind tele van. Hát a szobám az úgy rendesen tele van rakva, de hát nem is kell másra hely igazából. Van egy ágy, egy szekrény, azt más nem kell. Én ajánlom neked Paul Cuffarót. Őt nem ismerem, ő ki lenne, hogyha így nagyon pimaszon megkérdezhetem. Jó van, srácok, látom, heten vagyunk még, és 15 like, azt nagyon szépen köszönöm. Aztán, hogyha van még kérdésetek, mondom esetleg, hogyha érdekel valakit, akkor privát kérdéseket is fel lehet tenni, meg hogyha még valami állatos, állatokkal kapcsolatos kérdések vannak, azt is nyugodtan. Aztán, hogyha nem lesz már kérdés, akkor szerintem befejezhetjük a live-ot, mert akkor ugye nincs nagyon értelme, most itt a szép pofámat azért nem annyira éri meg nézegetni, úgyhogy kérdezzetek nyugodtan. A százlábút szeretem a legjobban. Százlábúak zseniálisak. Nagyon-nagyon érdekes. Tehát nagyon-nagyon érdekes rendszerű kategória, ugye nagyon érdekes százlábú, azt hiszem rend, hogyha nem tévedek, tehát nagyon érdekes rend. Tehát százlábúak azok zseniálisak. Ő állatokkal foglalkozik, ha nem hallottam még a nevét, hogy őszinte legyek. A bejáratnál van egy tölgy, és nedvezik, jönnek rá a szarvasbogarak, és ideig nincs is gond, de lódarázs is jön rá. Örülj neki a lódarázsak. A lódarázsak nagyon praktikus állatok, mert ugye mindenki parázik tőle. Megmondom nektek amúgy, hogy a házi méhnek, tehát a Apis metalifer, igen, Apis metalifernek a mérge az erősebb, mint a lódarázsé, tehát a lódarázsra abszolút nem kell félni. És igazából a lódarázsok csak akkor lesznek durván defenzívek, tehát akkor támadnak emberre, hogyha közel mész a fészkükhöz és basztatod a fészküket. Pluszban a lódarázsak meg úgy amblok a legtöbb darásfaj, nyilván a fürkészek is, sőt, hát a darásfajok nagy része, az poroz be virágokat, ugye nektárral táplálkoznak az imágók, tehát virágok beporzásában is segítenek, is részt vesznek, nem olyan nagy számban nyilván, mint a méhek, de azért ők is nagy számban, tehát ugye ők is poroznak be virágokat, és ami nagyon nagy előnyük, például a lódarazsaknak, ugye a lódarazsak lárvái, tehát a lódarazsak lárvái azok rovarevők, és tehát rovarokkal etetik őket, tehát nagyon durva mértékben pusztítják a mindenféle. Hát én kártevő megnevezést nem szeretem, mert a kártevő csak ember számára kártevő, de nagyon sok nem kívánatos rovart zabálnak, úgyhogy a lódarázs legjobb rovar. Tehát nem kell velük csinálni semmit, örülj, hogy vannak, és szerintem gyönyörű állatok, és hogyha nem mész hozzá nagyon közel, akkor nem is fognak bántani téged. Jó, karizomalmatomat szívesen tartani a kövőben, meddig élnek átlagosan, heti hány születheted, milyen árba adsz neki arányban átjelenetük kaját, miket szoktál neki adni, enni. Karizomalmatom, hogyha kifogsz egy olyan állatot, ami hát ugye ők vadonfogottak, sajnos, mert fogságba tenyésztés nagyon komplikált. Elvileg egy olyan 9-10 évig elérleg élnek. Hogyha mondjuk veszel egy fiatal adult egyet, sőt egy fiatal egyet, ami még nem is ivarérett, mondjuk úgy általában hímeket adnak el, azt szerintem még egy 8-9 évet le tud húzni jó tartás mennyiségben. Heti háromszor etetem, és heti kétszer kap állat és növényi kaját együtt, és heti egyszer kap csak növényit, és rákoknál az alaptörvény minél változatosabb, annál jobb. Tehát mindent, zöldség, gyümölcs, próbálj ki mindent, a banánt nagyon szereti, uborkát nagyon szereti, különböző vadonövő, hát mondanám, hogy hát ilyen leveles zöldségeket, például pittypangot zabálja, lóherét zabálja, édes burgonyát szereti, szilva, tehát mindent, amit találsz, azt nyugodtan be lehet rakni neki, és állati eredetűnek pedig főleg rovarokat adok, ez főleg leölt csoki csótány, mert ők ugye nem vadásznak, hanem dögevőek, halat szoktam adni nekik, tehát lehet venni ilyen gyors, hát fagyasztott ilyen kis halat, teknősöknek szokták árusítani, meg lehet kapni ilyen szállított garnélarákot, azt is, hát szállított gammarusz, azt hiszem, igen, szállító gammarusz, azt is lehet adni nekik. Haltápot ritkán, mert a haltában van egy-két olyan dolog, amit ők annyira nem szeretnek, illetve hát a szervezetük nem szeretne, hogy amúgy zabálják a haltápot is, csak tehát az ilyen lemezes haltáp nem a legmegfelelőbb táplálék, az úgy kiegészítő kajának jó, és nagy ritkán ilyen csirkehúst mondjuk, tehát nyers csirkehúst lehet adni, esetleg belsőségeket. Májat azt nem érdemes, mert ugye az ilyen
A bolti csirkét azt telepumpálják antibiotikumokkal, és ugye a mája szépen raktározza a méreganyagokat, és ezt ugye megbezabálja majd az állatkánk, ami annyira nem jó. Apis mellifera házi méh. Jó, majdnem eltaláltam. Metallifert mondtam, ugye? Igen, Apis mellifera. Jó, megjegyzem. Csak már keverednek össze-vissza a latin nevek. De köszönöm a javítást. István, örültem, hogy itt voltál, és további szép estét neked. Figyeld azt, hogy veszel levegőt. Ja, hát így belemerülök a dumálásba, aztán kicsit ritkásan, de hát nem kell az oxigén. Én kettő teknős tartok. Na, az szuper. Milyen faj, hogyha szabad kérdeznem. Persze, ilyenkor akad a net. Hát remélem, annyira nem akadozik. Elvileg nekem nem jelzi, hogy problémák lennének, remélem működik. Tekin miatt van édesvízi fagyihal itthon, köszönöm a válaszaidat, sokat segítettél vele. Az tökéletes, és hát kiegészítésképpen mondom, tehát ráknál az a fontos, hogy minél változatosabb szerintem. Nekem ez egy, hát mondanám, hogy titok, de igazából ez sok más ember rájött már előttem. Ugye a geozermák azok ragadozók, tehát ők növényi táplálékot csak olyan 20%-ba esznek, tehát keveset, de ott is változatosan, tehát én adok nekik fagyasztott kisegeret, leölt rovarokat, de az változatosan, tehát liszkukat, csótány, tücsök, sáska, csigát is szoktak kapni, azt is lehetem úgy adni a kardizómának is, mondjuk ahárcsigát, vagy fagyasztott csigát, akármit, kicsit széttöröd a házát. Élővel, hogyha élőt akarsz adni neki, akkor azt öld meg rendesen, de hogyha mondjuk ilyen fagyasztott csiga, akkor csak kicsit betöröd a házát, és akkor a rák tök jól el van, hogy így szétszincálja. Ja. A hazai lódrazsak nem olyan agresszívak, mint a sárga vaddrazsak. A vaddrazsak tapasztalatom alapján kicsit olyanak, mint a szúnyogok, szemtelnek, és még erősen is csípnek. Az ilyen sárga vaddarázs alatt mit értesz? Tehát gondolom az ilyen német darázs, stb. Igazából ők se, nekem a darazsakkal sose volt problémám, tehát én, jó, most ez egy olyan példa, amit ne kövessetek, de nekem van egy-két képem, a tavaly Vörzsnőben voltunk túrázni a varokkal, és ott találtunk egy magas les alatt egy ilyen fél méteres lódarás fészket. Hát én hülye gyerek, fogtam a telefont, aztán lőjünk róla pár képet, na az nem volt egy túl jó ötletet, kaptam egy 6-7 csípést, de az azért volt, mert oda mentem, tehát hogyha egy fél méteres izébe vagy, tehát a fészek, ott ugye a fészket érzik veszélybe. De a darazsak, jó, hát szemtelenek, az most megint nézőpont kérdése, mert ő is csak táplálkozni szeretne, mint ahogy, tehát kiülsz reggelizni, akkor ő is, hát ott a táplálék, most miért nem menjen oda, tehát ő azt mondja, nem fogja észrevenni, ez most ott ne kajádért, tehát ez most, neki az most az ő kajája, tehát ez nyilván nézőpont kérdése, és mondom, tehát az összes, tehát mondjuk a német darázs ilyesmik, ők ugyanúgy működnek, hogy a lárvákat rovarokkal etetik, és az imágók pedig nektárral, ilyen édes dolgokkal táplálkoznak, mondjuk például gyümölcsökkel is szoktak időnként, de fogyasztanak nektárt is, és ezáltal poroznak be virágokat, és ezért ökológiailag nagyon fontosak, úgyhogy ne utáljuk ennyire a darazsakat. Tehát ez egy fontos dolog. Melyik videós a példaképen. Nekem nincs igazából videós példaképem, és én ilyen videós YouTube-osokat nem igazán nézek, főleg ilyen állatos természet kapcsolatos dolgokat. Én a YouTube-ozást igazából saját motivációból kezdtem el, de nem ezen a csatornán, hanem nekem a német csatornám az megvan már. 15-ben csináltam, ja, már 5 éve. Igen, 5 éve. Te tartasz víziteknős? Nem. Pillanatnyilag nem. Van egy-két faj, ami tetszik, de ahhoz meg sok hely. Például a matamata az nekem nagyon tetszik, de hát ahhoz nagyon sok hely kell sajnos. És hát nem sajnos, de kell hozzá hely. Szomorú volt, hogy elmaradt a Budapest rovarbőrze? Nagyon, mert nekem a rovarbőrze a kedvenc magyarországi bőrzém. Mert az ilyen jó kis beszélget, nem nagy, nincsen olyan nagyon érdekes dolog, de olyan tök jó, olyan beszélgetős bőrze, tök jól el lehet lenni a kiállítókkal, én ugye ott a legtöbb embert ismerem, és akkor egy nagyon kis pacek kis beszélgetős bőrze, plusz hogy ott szokott lenni asztalom, és akkor ott sok ember kérdez, beszélgetünk. Én azt nagyon szeretem, például a teraplázat már nagyon nem szeretem, mert nagyon sokan vannak, ott sincs nagyon jó faj, ami ugye engem érdekelne, úgyhogy azt sajnálom. Teraplázat nem sajnáltam, hogy elmaradt, az nekem igazából csak pénzügyileg éri meg, mert kimegyek állatokat eladni, de én múltkor be sem mentem a bőrzére, amikor voltam utoljára, nem éri meg nekem bemenni. Elmegyek, eladom az állataimat, aztán hazamegyek, vagyis hát havarokkal még ott szoktunk kicsit beszélgetni, stb. Nekem a gyémánt teknős az álomfaj tekik közül. Az mondjuk egy gyönyörű szép faj, mindenképp. Mindkét alfaj nagyon szép. Ja. Csak az kicsit pénzes. Nem egy olcsó játék, de az mindenképpen nagyon szép faj. Hát nem tudom, nekem úgy a matamata, ami nagyon tetszik, meg van kettő ilyen
Hát mondanám, hogy bakancslistás, de most, hogyha lenne helyem, egy matamatára tegyük fel, akkor valószínűleg nem azt vennék. Tehát nem az lenne. Mi volt az első rovarod? Az első rovarom az bocsáska volt. Az első ízet, hát végül is, hogyha kaját nézünk, akkor tücskök. Az első gerinctelen pedig csigák voltak, a hátcsigák. Én a hátcsigákkal kezdtem az egész hobbit, tehát nekem úgy kezdődött a sztori. De az első rovarok azok bocsáskák voltak. Jaj. Mentél már szervezett a rovarász túrára? Hát úgy, hogy mondjuk igazi entomológusok, ez úgy rendesen szervezett, úgy még nem. A Magyar Rovartani Társaságnak előadásain többször voltam, nagyon szeretem is őket, csak most, hogy az utóbbi időben a vírus miatt többször elmaradtak. Mi haverokkal viszont gyakran megyünk túrázni. Most is megyünk majd augusztusban egy többnapos vérteses expedícióra. Hát főleg kettő faj, ami nekem úgy nagy, hát nem bakancslistás, nem, mert már láttam, találkoztam el velük. Egyik a Scolopendra cingulata, ugye a Scolopendra cingulatának Magyarországon ez a, sőt, ez a legészaki belterjes területet, az Magyarországon fekszik a vértesben. Másik pedig a Saga pedo, az a fűrészes lábú szöcske, ami egy, hát talán az egyik legnagyobb rovarfajunk, tehát ez egy ilyen iszonyat masszív, ragadozó szöcskefaj, nagyon érdekes, szűznemzésre szaporodik, egy nagyon érdekes faj. Ez a kettő vértesbe előfordulnak, és hát két éve voltunk már egy túrán havarokkal, találtunk, és mindkettő fajból nagyon boldogok voltunk, úgyhogy mi szoktunk járni állatos túrákra, de ezt főleg mi szervezzük, és nekem van több ismerősöm, aki, hát van egy ismerősöm, aki tényleg entomológusként dolgozik, ez egy német fószer. Vele voltam egyszer túrázni, de az sem ilyen official túra volt, hogy múzeumi túra vagy ilyesmi, hanem elmentünk ketten privátba, és akkor ő magyarázott, ami amúgy nagyon érdekes. Tehát hogyha van esélyetek egy szakival ebben a témában elmenni egy túrára, hát ez valami iszonyat érdekes. Tehát talál egy ilyen kis fekete bogarat, amiről azt sem tudom, hogy micsoda, és akkor így elsorolja, hát ez az a genusz, az a faj, így szaporodik, így táplálkozik, te meg ott állsz, és így, aha, ez biztos meg fogom érzi, de még hogyha nem is marad meg túl sok, nagyon érdekes, úgyhogy mindenképp, hogyha van rá lehetőség, ajánlom, hogy elmenjetek ilyenekre. És amúgy a Magyar Rovartani Társaság szervez túrákat, nem tudom, idén csinálnak, de tavaly mindenképp szerveztek. Facebookon van egy oldaluk, ott meg lehet nézni, hogy szerveznek-e. Ott fizetni kell egy bizonyos részvételi díjat, de ez nem olyan magas, benne van szállás, meg azt hiszem egy étkezés is, hogyha több napos a túra, és akkor ott viszont tényleg szakikkal mentek. Részben természettudományi múzeumból, akik ott dolgoznak, tehát ők tényleg szakértők, és nem olyan nagyon drága, nagyon megér igazából. Én olyan drazsokra gondoltam, amikor úgy néznek ki, mint a déli papírdrás, csak sárgábbak. Hát az valószínűleg, igen, ilyen német-francia drás, ilyesmik. Tehát a Vespula genuszra gondolsz, gondolom. Scutigera koleoptrát a tartásához van-e tipped? Scutigerának nagyon nedves környezet kell, és inkább ilyen hűvös kés, tehát ő nem szereti azt az isztet, ne ilyen 28 fok, hanem mondjuk ilyen 23-4, és tényleg nyírkos nedves, azt imádják. És nagyon sok mászási felület, és nagyon vigyázz, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyorsak. Tehát úgy csináld meg a dobozt, hogy mondjuk tényleg egy ilyen magas dobozt fogsz, és mondjuk hagysz egy, tehát a legfősőbb mászóág, vagy kéreg, vagy stb. Fölött hagysz még egy legalább 10 cm-t a doboz pereméig, mert hogyha a Scolopendra, vagy a Scolopendra, a Scutigera ágaskodik, akkor nem éri el a doboz, tehát nem tud áthajolni és nem tud kimászni, mert tényleg borzasztó gyorsak, és nem tarthatóak együtt, mert bizonyos mértékben kanibál hajlamúak, úgyhogy van is most pár amúgy Scutigerám, ugye én nagyon szeretem, látszik itt a karomon is, igen. Ja, akarsz tartani Szent János bogarat? Nem, és nem is tudnám, hogy kéne őket tartani, hogy őszintelek. Én most ékszerteknősöket tartok. Szépek, de az nincs rá helyem, megmondom, tehát nekem lenne helyem ilyen dolgokra, akkor inkább valami nagy kígyó, esetleg varánusz, mondjuk annak még több hely kell, egy kisebb varánusz, de mindegy, ez más nyilván. 3 év alatt 24 videó. Igen, sajnálom, tudom, a magyar csatornát kicsit hanyagolni szoktam, de látjátok most a jó indulatot csinálom itt az élő közvetítést, aztán remélem, hogy hát próbálok csinálgatni azért videókat, csak pillanatnyilag mondom, nincs nagyon sok időm rá, érettségi miatt, utolsó érettségim 22-én van, aztán nem leszek itthon egy hétig.
Úgy én német csatornámmal többet foglalkozok, mert egyrészt többen nézik, másrészt pedig azt régebb óta csinálom, aztán így más. És táplálkozásával kapcsolatban mit tudsz mondani? Rovarevő, mint, vagyis hát ragadozó. Hát méretben passzoló eleség rovarok, tücsök, csótány, ilyesmi. Nagyon gyorsak, igazából mindent elkapnak, csak ugye ne legyen túl méretezett. Tehát mondjuk egy, hát ilyen légy méretű eleség állatokat körülbelül egy kifejlett skutigerának, azok tökéletes. Majd a következő állat, amit, melyik a következő állat beszerezni? Hát nincs most pillanatnyilag olyan bakancs listám, hogy most ezt a fajt nagyon szeretném. Ez általában bőrzéken ilyen relatív spontán szokott lenni, hogy megtetszik, aztán kérdezősköröt kicsit tanulvasok, aztán hát jöjjön. Most pillanatnyilag nem is szabad nagyon, hogy semmi. Igazából kettő terafózafaj hiányzik még, hogy meglegyen a három terafózafaj. Ugye a kedvenc madár Pugenusom, terafóza blondi, terafóza stirmi és terafóza apophysis. De hát, ja, ott még nem tartunk, meg ez drága játék, de igazából most olyan nagyon bakancs listás fajon nincsen. Hol lehet eredményesen elmenni túrázni, hogy sok rovart lehessen megfigyelni? Ez nagyon attól függ, milyen állatokat szeretnél látni. Normafán vannak érdekes fajok, mert ott nem nagyon folytatnak erdőgazdálkodást, ez védett terület. Mindenképp a Börzsönyben vannak nagyon szép területek, például Nagymaros környékén vannak nagyon szép területek. A Bükkben vannak gyönyörű területek. Balaton felvidék mindenképpen, Balatonnak északi partján, hogyha le tudsz menni, Kis Balaton, az nagyon fasza, a Vértes az nagyon jó, Vértes az nagyon jó, mert az Budapesttől egy óra busszal, tehát az busszal egy óra Budapesttől, tehát nincs messze, az ilyen egy napos. Szob nagyon jó még, Börzsöny mond. Pirisben vannak jó területek, ott is vannak szép helyek. Ja, hát sok hely van Magyarországon, az a nagy hely. Magyarországnak nagyon szép területei vannak. Az a nagy probléma talán, hogy sok helyen nem lehet úgy nagyon jól elmenni tömegközlekedéssel. Én tömegközlekedéssel megyek, ugye általában vonattal megyünk ki. És ugye a vonat az megáll valahol valami faluban, de ahhoz, hogy eljuss tényleg az élő helyre, ahol mondjuk van egy faj, ami elvileg ott él, ahhoz még gyalogolni kell több kilométert. Ami még amúgy nagyon szép, és tehát mondjuk, hogyha budapesti dolgokat nézze, akkor Normafa mindenképp. Hüvösvölgyen vannak nagyon szép területek, ott van például egy nagyon szép ilyen mezős terület, ahol vannak rablópillék, ami nagyon jó dolog, tehát Libelloides macaranius, ami Magyarország egyetlen rablópille faja. A Szentendrei sziget az nagyon szép, ott nagyon jó, hát nem olyan nagyon extrém érdekes fajok vannak, de mondjuk az Armadillidium versicolor az egy tök érdekes faj, és ott elég gyakran előfordul, ugyanúgy, mint az Oniscus acellus, ez mindkettő ászkarák, Budapesten belül, hát Normafát azt mondtam ugye, hát ugye ezeket tudnám így ajánlgatni, hogyha valaki így akar. Kárpátalján esetleg jártam már Kárpátalján, de... Ott még szerintem nem volt nagyon ez a rovarláz, tehát ott nem hiszem, hogy rovaroztam. Az a baj, hogy nekem az nagyon messze van busszal, vonattal, meg 500-szor át kell szállni, tehát nem egy jól bejárható környék, így ebből a szempontból. Melyik a legdrágább állatod? Terafóza stirminus, egy annak pillanatnyi értéke egy olyan 50 ezer forint körül forog, de hát ebben a hobbiban igazából mindig vannak drágább dolgok, tehát itt a határ a csillagos ég, úgyhogy igen. Én megyek, mert már itt vagyok egy órája utána. Köszönöm, Zsombor, hogy itt voltál. Ja, aztán jó éjszakát neked is. Srácok, amúgy szerintem lassan úgy be is fejezhetjük a live-ot, még utolsó kérdéseket dobjátok be, mert már egy órája majdnem live-olunk, aztán most 9-en nézik, ami még egy jó szám, de most egy pár, még dobáljátok be utolsó kérdéseket, aztán szerintem lassan búcsózunk. Tehát túráknál fajt tűzöl ki célnak, vagy csak mész, aztán majd valami lesz. Az nagy probléma, hogy fajt így találni igazából nagyon nehéz, tehát vannak bizonyos fajoknak bizonyos eltérés területei, amit úgy tudsz, tehát úgy utána olvasok. Igazából én területet nézek, tehát hogyha látsz, mondjuk vannak jó képek a területről, és látod, hogy ez egy egészséges erdő, tehát nincs szét erdőgazdálkodva, tele van korhatfával, szép avar rétege van, akkor ott valószínű, hogy találkozol jó fajokkal is.
Vértes az azért, mert Scolopendra cingulálta nyilván. A szagapedót azt igazából véletlen találtuk, tehát a fűeszes lábú szöcskéről úgy direkt nem tudtunk, nem olvastunk róla, hogy a vértesben létezik, de az amúgy több helyen a Magyarországon nem csak a vértesben. Az egy véletlenszerű dolog volt, de nagyon örültünk neki mindenképpen, nagyon Magyarországon ezért ritkán látni. Szerintem annyira nincs célfaj, általában úgy a legjobb fajukkal akkor találkozva, amikor a legkevésbé számítasz rá. Tehát az nem is kell úgy nagyon kifűzni, szerintem egy ilyen célfajt. Erre a csatornádra azért iratkoztam fel, hogy bővítsem az állatokról a tudásomat, és amúgy akvarista vagyok, nagyon jók a videóid, látszik, hogy értesz. De nagyon szépen köszönöm Zsolt a dicséretet. Az akvarisztika amúgy ne értsetek félre, tényleg egy nagyon érdekes téma, csak engem személyesen nem vonz. Tehát ez a jó ebbe igazából az állatokkal való foglalkozás, mindenkinek megvan a saját dolga, és ezért ilyen változatos az egész. Melyik átért mentél a legmesszebb? Hát szerintem, de az sem direkt volt, hát Korfun, ugye az egy görög sziget, ott Euskorpiusokért, tehát egy Scorpiogenusnak. Még mindig nem sikerült meghatározni pontosan melyik faj, de valamelyik Euskorpius fajtot sikerült lefényképeznem. Pókok közül milyen fajokat lehet tartani madárpókon kívül? Nagyon sok fajt lehet tartani, viszont van Magyarországon egy-kettő faj, ami illegális, sőt genusz nem is faj, sőt nem is... Hát, de genusz inkább. Mert például a fekete özvegyeket Magyarországon nem lehet tartani, de például van nálam pár hiúszpók, zöld hiúszpók, Peukéter Lukázinak hívják, az tartható. Egyik talán leggyakrabban tartott nem madárpók, azok a linotellék, tehát linotelle megalotaides, linotelle fallax, ilyesmik. Ja, tehát több, vannak azért pókok. Csak Magyarországon annyira nem elterjedt, bikapókat is lehet tartani, különböző afrikai bikapókokat. Nekem például van egy Stegorifus lineatusom, ami egy... most a Stegorifus az mi is? Basszus, ez most nem jut eszembe. Úgy tudom, hogy nem. Talán farkaspókok közé tartozik, de ezt most csak talánnal mondom, mert most nem vagyok biztos, azt utána kéne megint nézni, mert elfelejtettem, már egyszer után olvastam, de már kiesett a fejemből sajnos. Na jó van srácok, hogyha nincs több kérdés, akkor szerintem kapcsoljuk ki a live-ot, fejezzük be lassacskán, hogyha mondom, még van egy-kettő kérdésetek, akkor nyugodtan írjátok be. Aztán ja, ugrópókat is lehet. Igen, az is igaz. Hát mondjuk Magyarországon igazából csak egy fajjal lehet találkozni, a Philippus regiusszal, de ez jogos. Ha valaminek utána olvasol, akkor hol? Főleg német oldalakon, mert ugye beszéljek németül, esetleg angol oldalakon is, de szerencsére német oldalakon nagyon sok mindent leírnak, főleg így. Most megjelent kertőkben a bőgök, és berepülnek, szóval hogyan tudnám kitessékelni őket. Hát legjobb ötlet az, hogyha amikor fent fel van kapcsolva a villany, akkor nem nyitott ki az ablakot, mert ugye a rovarokat vonza a fény, valószínűleg úgyis jönnek be, hát kitessékelni. Hát mondjuk egy ilyen kis műanyag, mondjuk fogsz egy ilyen kis műanyagdoboz, vagy valami hasonlót, ezt így ráteszed, becsukod, aztán kidobod. Ez egy jó megoldás lehet. Vándorpókat lehet tartani, nem azok... Tehát a brazil vándorpók az nem tartható Magyarországon, annak az elég durva mérge van. Mit nem lehet Magyarországon tartani? Hát a tölcsérhálós pókokat, a fekete özvegyeket, vándorpókokat... mit nem lehet még pókok közül? Szerintem ezek vannak pókok közül, amiket nem. Heteropodát azt lehetne, filákat lehet, tehát keresztes pókok azok mehetnek, szikáriuszok mehetnek, erezuszok mehetnek, likazidék mehetnek, linotelék mehetnek. Szerintem az a három, amit úgy nem igazán lehet. Melyik állatodnak van a legnagyobb helyigénye? A vitorlás gekkóknak, ami mögöttem van nagy terem, az egy üvegen rajta is van az egyik, nekik van a legnagyobb. Tippek, hogy tudnám könnyebben megtanulni latin neveket? Az a helyzet, hogy egy idő után úgy belerögzülnek, tehát én nem is tanulom már őket. Nekem az elején például a Pachnoda marginata peregrina, amire nagyon pontosan emlékszek, hogy azt alig tudtam annó megjegyezni, tehát ez egy szenvedés volt, kb. Hetekig olvasgattam minden nap, hogy megjegyezzem. És egy idő után szerintem így belejössz abba, hogy latin név, és úgy nem tudom, tehát én például nem is jegyzem, tehát nem direkt tanulom meg, hogyha mondjuk veszek egy új fajt, ami eddig nem volt, és nem is tudtam úgy rendesen a latin nevét, ráírom dobozra, mondjuk beszélgetek havarokkal, stb. És akkor idő után így berögzül magától. Tehát nem magolom be, hanem így berögzül. Tehát ez így...
összegyűlik, úgymond. Az utolsó kérdés az lenne, hogy mikor lesz még ilyen live. Az a helyzet, hogy én live-olni mindig úgy szoktam német csatornán, ahogy magyar csatornán is, hogy spontán, tehát nem lesz megtervezve, mert ha én megtervezek valamit, akkor nem fogom betartani, és nem akarok nektek csalódást okozni, mondjuk nem tudom mekkora élvezet ezt a gyönyörű szép fejet bámulni egész este, de amikor kedvem van, akkor csinálok egy live-ot, általában mondjuk ez nyáron lehet, hogy máshogy lesz, de mindig így este felé, amikor már nem dolgozik, a legtöbb ember nem járnak suliba, és általában úgy szoktam, hogy péntek délután este felé, vagy szombat délután este felé, esetleg mondjuk hétvégén délelőtt, mondjuk vasárnap délelőtt, ilyesmik. Tehát nem mondjuk hétfőn reggel 8-kor, amikor mindenki dolgozik, akkor nincs értelme, de úgy próbálom úgy, hogy ugye a legtöbb embernek szól ideje legyen, de nincs betervezett ilyen live-olási időpont. Honnan szereztél ennyi infót? Hát azt ugye az évek során így felgyűjtögettem. Internet, könyvek, és én nagyon sokat köszönhetek nagyon sok embernek, akik így belevittek, igazából megfertőztek ezzel a sztorival, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam. Igen, tehát én emberektől is nagyon sokat tanultam. Minden Magyarország nem tartható állatról van... mi? Nem tartható állatról fent van a lista. Igen, fent van a lista a jogár.hu-n. Ja, mondjuk arra most ne kezdjünk vitát folytatni, hogy ez mennyire értelmes ez a lista, de... igen, hát látszik, hogy nem olyan emberek írták össze, akik értenek hozzá, hanem bürokraták, de ez most mellékletes info. Jó van, srácok, hogyha nincs több kérdés, nincs több óhaj-sóhaj, akkor amondó vagyok, hogy fejezzük be a live-ot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett, pillanatnyilag 9-en vagyunk, 17 like, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm Amblokkal, nagyon sok feliratkozót, a támogatás, mindent, zseniálisan haladunk a YouTube csatorna feliratkozó számával, szerintem mi vagyunk most pillanatnyilag, és ez az én csatornám, igazából azért mondom, hogy mi vagyunk, pedig igazából ez tőletek függ, nem tőlem, hogy feliratkoztok rám, mi vagyunk most pillanatnyilag a legnagyobb ilyen rovaros témával foglalkozó YouTube csatorna, aminek nagyon örülök, és tök büszke vagyok rá. De igazából rátok, mert mondom, ez tőletek függ, nem tőlem. És nagyon szépen köszönöm a támogatást minden szempontból, feliratkozásról, lájkokból, megtekintésből. És ja, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Találkozunk a következő live-nál vagy videónál, és a következő videó valószínűleg jövő... Az volt, hogy jövő héten nem vagyok itthon, úgyhogy majd utána. De... Most jövő héten nem lesz sajnos se videó, se live. Jövő hét után viszont majd mindenképp lesz egy videó. Egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes témáról, ami szerintem mindenkit érdekelni fog, és ami a magyar YouTube-on még egyáltalán nincs róla videó, úgyhogy készüljetek fel rá, baromi jó lesz. Na jó van, köszönöm szépen, sziasztok, tovább!